Az alapáti óvodások már birtokba is vették azt a sportpályát, ami a Magyar Falu program keretében valósult meg a településen. Amint egy 30 millió forintos beruházás egy mintaprojekt, amelynek célja a mindennapi mozgás népszerűsítése. Emellett példát is állít a többi település elé, akik hasonló jellegű fejlesztésekre pályáznak. A beruházás része a kormány családpolitikai intézkedéseinek. Azt láthatjuk, hogy hogyan valósul meg az, hogy milyen intézményi háttérrel lehet segíteni a családok helyzetét, a nevelés, az oktatás helyzetét. Az alapáti jó példa erre. Ez most viszonylag nem egy olyan túl nagy pályázat, ugye egy mini bölcsöde, meg egy sportpark, nagyon fontosak ez is, hogy összességében megnézzük, ami történt az elmúlt évtizedben, az így nagyon jelentős. Az alapáti óvodában megújult a játszóudvar is. A területet újra füvesítették, és új játékokat is kaptak a gyerekek. A beruházások ünnepélyes átadóján a stratégiáért és koordinációért felelős államtitkár elmondta, 2010 óta értékalapú és praktikus a hazai családpolitika. Eckler Gergely hozzátette, mára már 840 településen üzemel bölcsőde, összesen 53 ezer férőhelyjel. A bölcsőde egy olyan fontos eszköze a magyar kormányzat családtámogatásának, amely egyrészt a családokat abban támogatja, hogy merjék vállalni azokat a gyermekeket, amelyeknek a megszületésre ők vágynak, hogy merjenek gyermeket vállalni. A másik pedig, hogy a munkát, a munkavállalókat, a dolgozni akaró hölgyeket támogatja, ugye elsősorban anyukákat, abban, hogy a gyermeküket legyen addig elhelyezni, amíg ők egyébként visszamennek. Az óvoda az elmúlt 20 évben háromszor is megújult, összesen 200 millió forint értékben. A mini bölcsőde 3 évvel ezelőtt jött létre, mára pedig már 2 csoporttal működik. Zalaapátiban kiemelt figyelmet fordítanak a családok, a gyermekek, az otthonteremtés és az oktatás-nevelés támogatására. A településen fontos, hogy minden nap tegyenek valamit a közösségek érdekében. Azt mondtam mindig, hogy ha valamit a közösség érdekében teszünk, és azért választottak bennünket, hogy tegyünk a közösség érdekébe, azt nem ma fogják értékelni, hanem a holnap és a holnap után. Hát most büszkén elmondhatom, hogy most már akkor látszik az a munka, amit az elmúlt közel 20 évben elvégeztük. Az óvoda szempontjából, mint oktatás-nevelési intézmény, szociális intézmény a mini bölcsődékkel együtt, harmadik infrastruktúrális felújítás. Áld meg! A felújítások ünnepélyes avatásán az Úr áldását kérték a beruházásra, a családokra és az óvodába, valamint a bölcsődébe járó gyermekekre. Ezt követően a nemzeti színű szalag átvágásával adták át hivatalosan a Magyar Falu programból megvalósított udvart és sportpályát.